új bölcsöde és óvoda épül Demecserben, a beruházás alapkövét pénteken tették le. A fejlesztést 250 millió forinttal támogatja az állam. Alacsony ár, gyenge minőség, alacsony árak és felvásárlói érdektelenség, ez jellemzi idén a burgonya ágazatot. Szifilisz, növekedett a szifiliszes betegek száma a megyében, több kismama is érintett a betegséggel, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház, bőrgyógyászati és nemi beteggondozó tudományos ülésén. 250 millió forintos állami forrásból új bölcsöde és óvoda épül Demecserben. A beruházás alapkövét ma tették le. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Emellett átadták a nettó 41 millió forintból felújított, a legmodernebb eszközökkel felszerelt önkormányzati konyhát, valamint egy több funkciós, 20x40 méteres rekordtámborítású pályát. A sportlétesítmény 28 millió forintból az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával valósult meg. Ilyen most és ilyen lesz a demecseri tündérkert óvoda épülete. A 4200 lakosú városban közel 120 gyerek jár óvodába, de a körülmények korán sem tökéletesek. Bölcsőde nagyon régen nem működik a településen, pedig több mint 20 férőhelyre azonnal lenne igény. Ezek a gondok azonban rövidesen megoldódnak, mivel 250 millió forintos állami támogatásból március közepére elkészül az új épület. A beruházás alapkövét pénteken tették le. 30 évet vártunk erre a felújításra, 26 éve nincs Demecserbe bölcsőde. Ez a óvoda felújítás egyben bölcsőde felújítás is lesz, meg egy új épületet kap. 5 csoportszobás óvoda lesz, és 1 csoport bölcsőde. Egy másik beruházás már befejeződött a városban. A Magyar Labdarúgó Szövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával egy több funkciós labdarúgásra, kosárlabdára és kézilabdára alkalmas 20x40 méteres rekordtámpálya épült meg az iskola mellett. Látjuk, hogy ahhoz, hogy megfelelő egészséges fiataink legyenek, ahhoz megfelelő helyszínt kell biztosítani a sportoláshoz. Ilyen rekordtámpálya. Ez az, látni lehet az itt mozgó gyerekeknek a örömét, akik itt mozognak, azok majd talán prevencióra sokkal kevesebbet fognak elkölteni, és sokkal egészségesebben fognak élni. Az önkormányzat a terület és településfejlesztési operatív programból nyert nettó 41 millió forintból felújította 1000 adagos konyháját. Az építési munkálatok és légtechnikai rendszer korszerűsítése mellett új eszközöket is vásároltak. Gyenge minőség, alacsony árak és felvásárlói érdektelenség, ez jellemzi idén a burgonya ágazatot, jelenleg 30 forintot adnak a burgonya kilójáért. A növény termesztésének évek óta nem kedvez az időjárás, a magyar piacon pedig nagy gondot okoz a lengyel burgonya jelenléte. Amennyiben nem lesz jelentős változás, az ágazat helyzete tovább romolhat a jövőben, mondják a gazdálkodók. A forró nyár és a kevés csapadék nem kedvezett idén a burgonyának. Ezért jelentős terméskieséssel számolhatnak a gazdák. Ez azért is rossz hír, mert a burgonya ágazat évek óta mélyrepülésben van Magyarországon. A termőterület folyamatosan csökken, jelenleg körülbelül 14-15 ezer hektár, ami rendkívül kevésnek számít. Ennek több oka van. Elsősorban meg lehet említeni az időjárást, amelyik az utóbbi időben 35 fokon felül van, és ugye ez köztudott, hogy a burgonya 25 fokon felüli hőmérsékletet nem szereti, már nem érzi magát. Másik nagy ok, hogy a lengyel burgonya sajnos még mindig Magyarországon van, tehát addig, míg a lengyel burgonyát először veszik a nepperek, illetve az eladók, ez azért rossz a gazdálkodóknak, mert szinte egymással licitálnak az árat, tehát kénytelenek vagyunk annyiért odaadni, amennyiért ők mondják, mert különben ránk marad a burgonya. Az ár pedig idén is zuhan, ami a kevés termés mellett tovább rontja a gazdák helyzetét. Nagyon alacsony, mi megmondom őszintén, kezdtük először 60 forinttal, utána lementünk 40, most meg 30 forint körül van, de nem is az, hogy egyszerűen nincs vevő. Nincs vevő, szóval ilyen érdektelenséget én 1980-tól burgonyázok, de még ilyen érdektelenséget nem tapasztaltam a piacon, mint ami most van. Augusztinyi Nagy András azt is kiemelte, ha továbbra is így alakul a hőmérséklet, illetve az alacsony árak maradnak, akkor a helyzet csak tovább romlik majd. Hozzátette, az sem segít az ágazatnak, hogy a korábban nagy burgonya termesztők kiszálltak a piacról, a géppark leromlott állapotban van, az állami támogatás pedig nem fedezi az egyre növekvő költségeket. Az elmúlt 4 évben számos intézkedéssel segítette a kormány a fiatalokat,
Ezek közé tartozik a diákhiteleket érintő mostani változás is, hangsúlyozta Béres Levente a Fidelitas nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A párt regionális igazgatója a módosításokról szólva elmondta, a diákhitel kettő esetében a legfontosabb, hogy októbertől eltörlik a kölcsön kamatát, a kamatok megfizetését a kormány vállalja magára. A diákhitel egynél lényeges változás, hogy 2018. február 1-től 50 ezerről 70 ezer forintra nő a felvehető összeg. Elhangzott az is, hogy a külföldi tanulmányokat folytatók a diákhitel egy összegének a kétszeresét, azaz akár 140 ezer forintot vehetnek fel havonta. Béres Levente arra is felhívta a figyelmet, hogy a diákhitel egy törlesztését bevonják az adó- és járulékmentes kafetéria juttatások körébe. Az igénylés korhatárát mindkét diákhitel típus esetében a jelenlegi 40-ről 45 évre emelik. Kiemelten fontosak ezek a segítségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, meg a keleti megyékben egyaránt, ahol hátrányosan élnek sok helyen az emberek, és nagyon nagy kitörési lehetőséget biztosítanak ezek a segítségek. Gondolok itt akár a most rendeletbe alkotott diákhitel 2 0%-os kamatozására, vagy akár az egyéb konstrukciókra, amelyeket így mellé rendelt a kormányzat ebben a kérdéskörben. Idén augusztus végéig már 48 szifiliszes esetet kezeltek a József András Oktató Kórházban. Ez a szám majdnem megegyezik a tavalyi egész éves adattal. A súlyosabb probléma, hogy a betegek közül 12-en kismamák voltak, hangzott el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház bőrgyógyászati és nemi beteg gondozó tudományos ülésén. A rendezvényen a szűrővizsgálatok és a prevenció fontosságát hangsúlyozták a szakemberek. Már 8. alkalommal tartottak közös rendezvényt többek között bőrgyógyász, urológus és nőgyógyász szakemberek Nyíregyházán. Az idei tudományos ülés célja a szexuális úton terjedő megbetegedések elleni védelem és a prevenció népszerűsítése volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében főleg a szifiliszes megbetegedések száma a nagy. Ebben a megyében nagyon sok a szifiliszes megbetegedés, nagyon sok a gonorhás megbetegedés, és ez a tudományos ülés arra is jó, hogy fotókkal, betegbemutatásokkal a társszakmáknak is felhívjuk a figyelmét erre a dologra, és időben kerüljenek ellátásra ezek a betegek. Nagyon sok a terhes szifiliszes megbetegedés, a tünetes terhes, és nagyon sokszor ugye a kollégák, mivel régen nem volt ez a betegség így előre hallott magas számban, nem ismerik fel a tüneteket, és ennek a célja az, hogy felismerjék és korán le legyenek kezelve, hogy ne szülessen sok konnatáli szifiliszsel gyerek. Ami 2016-ban 52 szifiliszes esetet kezeltek Nyíregyházán, idén ez az adat már augusztus végén elérte a 48-at. Ez súlyosbítja, hogy közülük 12-en kismamák voltak. A terhesség 16. hetében kötelező lenne egy szifilisz elleni szűrővizsgálat, de sok kismama egyáltalán nem járt terhes tanácsadásra sem. A magzatot súlyos következményeknek teszik ki ezek az anyukák. Jellemzően fejlődési rendellenességgel és hólyagos bőrelváltozásokkal születnek meg ezek a gyermekek, de magas a halva születések száma is a szifiliszes terhes nők körében. De hangsúlyozták még a méhnyakrák elleni éves szűrővizsgálatokat is. A betegségre nincs gyógyszer, korai stádiumban kiszűrhető és gyógyítható, megelőzni oltással lehet. Magyarországon már 3 éve népegészségügyi program keretében kapják meg a 7. osztályos lányok ezt a vakcinát. Évente körülbelül Magyarországon olyan 1800 hölgynél fedezünk fel méhnyakrákot, és ebből 450-en minden évben meghalnak. Ezzel az a baj, hogy ez most már évek óta beállt, és ez az európai átlagnak a duplája. És ez egyrészt a szűrési fegyelem, a szűrés hatékonysága, másrészt meg ugye, hogyha az oltásokat elkezdjük nagy mennyiségben, minél fiatalabban, az ennek várható a csökkenése, de ehhez el is kell menni szűrésre. Az oltásnak csak alsó korhatára van. 9 éves kor után bárki megkaphatja, nők és férfiak egyaránt. A vakcina minden korosztálynál kifejtheti a védő hatását.
6 millió forint értékű cigarettával próbált meg elmenekülni egy sofőr a pénzügyőrök elől Fehérgyarmat közelében. A hatóság emberei egy sötét Audira figyeltek fel, amit megkülönböztető hang- és fényjelzéssel próbáltak megállítani. A sofőr azonban felgyorsított és elhajtott. A pénzügyőrök követték a gépkocsit, amit a sofőr és utasa Fehérgyarmat és Penyige között hátrahagyott, és menekülni kezdtek, azonban a rendőrök elfogták őket. A járműben 4500 doboz adózatlan cigarettát találtak a NAV munkatársai. A csempészárút lefoglalták, a sofőr és utasa ellen orgazdaság elkövetése miatt feljelentést tettek. Kerékpár stopra számíthatnak a biciklisek most hétvégén a Kossuth tér teljes területén. Szeptember 23-án szombaton és 24-én vasárnap a Tirpák Fesztivál ideje alatt arra kérik a kerékpárosokat, hogy a tömeg miatt ne biciklizzenek a város főterén. A behajtást tiltó táblák is jelzik majd. Szívesen választják közösségi szolgálatuk teljesítésére a diákok a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság parancsnokságait. A részleteket később, most lássuk, mi lesz még a híradóban. Vereséget szenvedett a szezon első hazai meccsén a kisvárdai női kézilabda csapat. Vasárnap hazai pályán is bemutatkozik a bajnokságban a Nyíregyháza Blue Sharks, a kék cápák a Veszprémet fogadják a Continental Arénában. Közel 50 megyei oktatási intézmény diákja teljesítheti kötelező közösségi szolgálatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság különböző parancsnokságain. A fiatalok az elméleti és gyakorlati foglalkozások során tűzmegelőzéssel és polgári védelemmel kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el. Ezeket nem csak a mindennapjaik során hasznosíthatják, hanem katasztrófa helyzet esetén a megszerzett tudásukat a közszolgálatába is állíthatják. Van ilyen, hogy elszakad egy ilyen? Mi van például, hogyha az égő háznál csőtörés van? Hány méter a vízsugár, ami kijön a mennyivel? Záporoztak a fiataloktól a kérdések a katasztrófavédelem szakembereihez. A nyíregyházi parancsnokságon jelenleg 15 középiskolás végzi előírt közösségi szolgálatát. Az 50 óra teljesítése ugyan kötelező, de a diákok nem csupán egy kipipálandó feladatként tekintenek rá. A közösségnek mindig fontos volt a segíteni illik, úgymond a közösségnek. És ez a kötelező 50 óra ezt megadja, hogy mindenki valamennyire részt vegyen a közösségben, valamennyi segítsen. Nem csak tűzoltásból áll a tűzoltók élete, de mit csinálnak még? A kíváncsiság is hajtotta a fiatalokat, amikor a katasztrófa védelmet választották. Nem tudtam például, hogy hogy vannak ők beosztva, vagy hogy milyen a munkaidejük, és ugye ezt is megismertük, vagy hogy mit csinálnak, ugye, mikor nincsenek riasztáson, vagy hogy hogy működik, mikor riasztás van, hogy mit kell akkor csinálniuk. Ezeket mindet a héten tudtam meg. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a katasztrófa védelem a kezdetektől lehetőséget biztosít a fiataloknak közösségi szolgálatuk teljesítéséhez. Közel 50 oktatási intézménnyel tartanak fent kapcsolatot megyei szinten. Csak a nyíregyházi parancsnokságon évente 21 középiskola több mint 200 diákja vesz részt a foglalkozásokon. Ez azért is fontos, mert akik ezt választják, azok elhivatottságot, elkötelezettséget éreznek a társadalom iránt oly mértékben, hogy képesek lennének segíteni, és hogy milyen hasznos dolgokat tudnak, olyan információk birtokába jutnak, akár a tűzvédelem, akár az iparbiztonság, akár a polgári védelem területén, amelyet a saját adott közösségükben tudnak terjeszteni, de részt vesznek például prevenciós anyagok készítésében, ezeknek a terjesztésében, de hát gondoljunk csak arra, hogy ugye a tanuló ifjúságnak mind általános, mind középiskolai szinten minden évben a katasztrófavédelem megrendezi az ifjúsági versenyt, ezeknek a lebonyolításában is hasznos szerepet töltenek be az itt közösségi szolgálat teljesítő diákok. Jó, akkor most a tűzoltó kollega be fogja nektek mutatni, hogy egy ilyen tekerstömböt hogy kell összeszedni, mert ugye mi nem össze-vissza hajtogatjuk, hanem a gépjármű fecskendőn, ahogy láttátok, úgy tekerbe van elhelyezve, ezért tudjuk kigurítani el nagyon gyorsan. Tömlő használat, veszélyes anyagok besorolása, nyúlgát építése. Többek között ilyeneket is tanulhatnak a diákok az 50 óra során. A fiatalok ezeket nem csak mindennapjaikban hasznosíthatják, hanem katasztrófa helyzetben a közszolgálatába is állíthatják megszerzett tudásukat. Az oktatás pedig nem csak az elméletre korlátozódik, a tanulók az elhangzottakat a gyakorlatban akár azonnal ki is próbálhatják. Próbáljuk.
Vereséget szenvedett a szezon első hazai meccsén a kisvárdai női kézilabda csapat. Máté Fieszter együttese a bajnokság második fordulójában a Budaörsöt fogadta, és a vendégek 23-22-es győzelemmel távoztak a városi sportcsarnokból. A Kisvárda legközelebb Békés Csabán lép pályára. Az első fordulóban a várdaiak egy gólos győzelmet arattak Székesfehérváron, így a jó rajt után a hazai szurkolók bíztak az újabb sikerben. A mérkőzés elején felváltva estek a gólok, a 10. percben még csak 3-3 állt az eredményjelzőn. A folytatásban 3 gólos erényt szereztek a vendégek, de a hazaiak lefaragták hátrányukat, sőt a szünetre 11-10-es kisvárdai vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után felpörgött a házigazda, 17-14-nél úgy tűnt, hogy Máté Fieszter együttese eldönti a mérkőzést, azonban a Budaörs nem adta fel, 20-20-nál már ismét egyenlő volt az állás. A hajrában 2 gólos erényt szereztek a 9 találatig jutó Szőlősi Zácsik által vezérelt vendégek, amelyből egyet meg is őriztek, így a Kisvárda 23-22-es vereséggel zárta a találkozót. Tudtam, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, tehát tavaly is már 2 komoly meccset vívtunk a Budaörssel, és nem igazán egy döntetlenre futotta itthon hazai környezetben, de azt nem gondoltam volna, hogy nem tudjuk itthon tartani a 2 pontot. Talán ez a fehérvári siker egy picit elaltatott bennünket, a csapatot, és azt gondoltuk, hogy majd ez is nagyon könnyen fog menni. Talán még időben jött ez a pofon, ahhoz, hogy hát a folytatásban azért ennél lényegesen jobban kell szerepelnünk, sokkal jobb teljesítményekre lesz szükség, és én bízom benne, hogy meg fogjuk tudni oldani ezt a problémát. A vendégek edzője szerint mindkét csapat idény elejé játékot mutatott, és a szerencsének is volt némi szerepe abban, hogy a Budaörs zárta győzelemmel a mérkőzést. Inkább küzdelmes, mint jó mérkőzés volt, és azt gondolom, hogy kicsit mi voltunk szerencsésebbek, én azt gondolom, hogy nagyon kiegyenlített volt az egész mérkőzés, viszont az látszik, hogy mind a két csapat átalakult a nyáron, és nagyon sok, éppen ezért nagyon sok egyéni megoldás született, ami nyilván még ebben a fázisban teljesen értető. Én azt gondolom, mind a két csapat jobban fog teljesíteni a későbbiekben, ahogy összeérik a játékos állomány. A forduló további eredményei a következők: Ferencváros Békés Csaba 22-19, Dunaújváros Vasas 34-21, Érd MTK Budapest 23-17, Győr Siófok 31-20 és Debrecen Vác 29-28. A Kisvárda a következő fordulóban Békés Csabán lép pályára. Vasárnap hazai pályán is bemutatkozik a bajnokságban a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák 16 óra 30 perctől a Veszprémet fogadják a Continental Arénában. A hazaiaktól hiányzik majd az első fordulóban kiállított, így egymeccses eltiltását töltő Bus Iván. Nem úgy indult a szezon a nyíregyháziak számára, ahogyan azt szerették volna, a csapat 19 pontos vereséget szenvedett Bonyhádon. Arra persze számítani lehetett, hogy az átszervezett NB1B-ben nem várnak könnyű meccsek a kék cápákra, mivel az erősebb, piros csoportban a legutóbbi bajnokság keleti és nyugati élcsapatai szerepelnek. A hazai nyitányon a tavalyi döntős Veszprém lesz Siska János együttesének ellenfele. Ráadásul, mivel a vasárnapi vendégek az első fordulóban nem léptek pályára, meccsfelvétel sem áll a szakvezető és a játékosok rendelkezésére a felkészüléshez. Az viszont borítékolható, hogy egy jelentős játékerőt képviselő csapat érkezik a Continental Arénába. Ők nagyon erősek, bajnokságra is esélyesek. Ugye náluk van volt 2 átcsoportos játékos, a Költési Gergely, illetve a Hegedűs. Alsó poszton, illetve 4-es poszton kintről is dobnak, bent is dolgoznak, erős felépítési játékosok, illetve van a Simon, aki nagyon jó irányító, Helmeci, aki szintén jó játékos, és még vannak a cserék is, akik nagyon jól összetetten játszanak, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzésre számítunk. A nyíregyháziak dolgát tovább nehezíti, hogy a csapat irányítója a Bonyhádon 2 sportszerűtlen hiba után kiállított Bus Iván automatikus eltiltása miatt nem lehet ott a pályán, így a korábbinál nagyobb teher hárul majd a többi játékosra. Nekünk ez sajnos nagy teher, hogy Iván nem játszhat, hiszen rendkívül ponterős, és ő a játékunk szervezője irányítóként. Megpróbáljuk őt pótolni azzal, hogy többen is igen, átvesszük az ő vállalásait, illetve az ő terhét. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen gyorsítanunk kell a játékunkat, növelnünk kell azt a tempót, amit Bonyhádon produkáltunk, hiszen az lassúnak bizonyult, nagyobb ritmusba kell kezdenünk a mérkőzést és tartani ezt a ritmust.
illetve úgy gondolom, hogy a védekezésünk adhatja meg azt az alapot, amivel megnyerhetjük a mérkőzést. A Nyíregyháza Blue Sharks Veszprém mérkőzés vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig kedden 20 óra 25-től láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Miskolc Nagykőrös, Győr MTK Török Bálint, Tehetséges Fiatalok Vásárhelyi Kosársuli, Bonyhád Békés, Budapesti Honvéd Oroszlány és Vasas PVSK. Híradunk végén, nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. 250 millió forintos állami forrásból új bölcsöde és óvoda épül Demecserben. A beruházás alapkövét pénteken tették le. Emellett átadták a 41 millió forintból felújított, a legmodernebb eszközökkel felszerelt önkormányzati konyhát és egy rekordtán borítású pályát is. Gyenge minőség, alacsony árak és felvásárlói érdektelenség, ez jellemzi idén a burgonya ágazatot. Jelenleg 30 forintot adnak a burgonya kilójáért. Növekedett a szifiliszes betegek száma a megyében, sok esetben kismamákat is érint a fertőző betegség. A szűrővizsgálatok és a prevenció fontosságát hangsúlyozták a szakemberek a bőrgyógyászok pénteki tudományos ülésén. Közel 50 megyei iskola diákja teljesítheti kötelező közösségi szolgálatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság különböző parancsnokságain. A diákok a foglalkozások során tűzmegelőzéssel és polgári védelemmel kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták, szombaton heti hír összefoglalóval jelentkezünk, friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk újabb esővel, úgyhogy az esernyőket ne tegye el. Átmenetileg szárazabb, majd éjszaka északkelet felől ismét nedves levegő érkezik fölénk. Az előttünk álló éjszaka közepesen és erősen felhős időszakok és területek váltakoznak, majd az éjszaka második felétől beborul az ég. Eső zápor egyaránt valószínű, az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hűvös lesz a hajnal, reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső zápor egyaránt várható, tehát jó, ha továbbra is kéznél vannak az esernyők. A nyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 13 fokig emelkedhet a hőmérséklet, fronthatás viszont nincs térségünkben. A hétvégén és a jövő hét első napjaiban hazánk nagy része felett még sok lesz a felhő, eleinte még több helyen, majd a hét közepén inkább már csak a Dunántúlon lehet eső, zápor. A folytatásban már csapadékmentes időnk lesz, hosszabb napos időszakok várhatók, sőt a hét végén derült, napos, ám ennek ellenére változatlanul hűvös időre számíthatunk. És még egy érdekesség, a Móricz napi derültség szeles telet jelent, így tartották őseink.